fertőtlenítették az iskolákat, megújult iskolában indult a 2021-es év, falat bontott a betörő, előzetesbe került a gyilkossággal gyanúsított férfi. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 12-én 18 óra 5 perckor. Már több mint egy hete, hogy megkezdődött a tanítás a városunk iskoláiban is. A szülők nyugodtak lehetnek, hiszen a téli szünetben a szakemberek mindent megtettek, hogy lefertőtlenítsék az intézményeket. A téli szünetben minden iskolát és óvodát ki kellett takarítani, ahol szükséges. A munkába volt, ahol a honvédséget is bevonták. A református általános iskolában speciális fertőtlenítés zajlott. A takarító személyzet részéről megtörtént a nagy takarítás, és most pedig egy nagy-nagy fertőtlenítésre kerül sor. Az oktatási hivatal egyébként is előírta a téli szünetben az oktatási nevelési intézményeknek a fertőtlenítését, és most felkértünk egy vállalkozót a fertőtlenítésnek a elvégzésére. Mind a három telephelyen szakszerűen végzik a fertőtlenítést. Ez számunkra is olyan megnyugtató, de nem csak a mi számunkra, hanem én azt gondolom, hogy a pedagógusok, a szülők, a gyerekek számára a helyiségeket is biztonságosan tudják használni. Azért mondom, hogy biztonságosan, mert olyan szert, fertőtlenítő szert használnak, amelyről a Kermi kiadott egy tanúsítványt, hogy több mint két hónapig hatásos. A cégvezető elmondta, aki maga végzi a munkákat, hogy a Kermi által kiadott igazolás alapján a fertőtlenítés után a felületen kialakuló védőréteg 8 héten keresztül igazoltan aktív, és nem engedi a kórokozók megtelepedését. Fertőtlenítést végzünk, mint ahogy már az őszi iskola kezdés előtt is, a református egyház megrendelt bennünket, és őszi iskoláját lefertőtlenítjük a 2 hónapig tartó antibakteriális szerrel. Hát az ózon fertőtlenítés nagyon jó, viszont az csak addig a pillanatig jó, ameddig az első ajtónyitásnál nem történik egy vírus fertőzés. Ez, amit mi használunk, 2 hónapig rajta van a falon, asztalon, szék alatt is, folyamatosan kifejti hatását. Ez egy nanoszemcse, és rátapad a falra, plafonra, asztalra, és ott fejti ki a hatását. Tehát a köd az eltűnik. Minden teremre lesz feltétlenül, és folyamatosan védettséget nyújt, megfogja a kilincset, leül, bármihez hozzányúl, a feltétlenítő szerünk ott van. Az operatív törzs 393 általános iskolában egy-egy osztályra, 31 általános iskolában az egész intézményre rendelt el digitális tanrendet. Előbbi az intézmények 15, utóbbi az 1%-át teszik ki. A fertőtlenített tantermekben, közösségi helységekben teljesen vírusmentesen várták a pedagógusokat, diákjaikat és minden munkatársat. Az új évben a régi új helyszínen a Kálvin utca 9 szám alatt kezdte meg az oktatást a Kovács Mihály Általános Iskola, ugyanis befejeződött a másfél éves 500 milliós felújítás. Az épületet Sági István, karcagi tankerületi igazgató, Plósz Csilla intézményvezető és Karas Elvira tagintézményvezető mutatta be hétfő reggel a város vezetőinek és országgyűlési képviselőinek. A gyerekek és azok a pedagógusok, akik ebbe az iskolába járnak, nem ismerik meg, hiszen teljesen megújult az épület. Kívül belül egy igazán 21. századi oktatási intézményt kaphattak az itt tanuló diákok, tanárok. A beruházás nagyon jó példa mindenkinek arra, hogy lehet fejleszteni az országot az oktatást a 21. századi eszközökkel, mondta F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő az épület bejárása után. Ez az iskola kívülről belülről megújult. Azok a diákok, azok a hajdani diákok és pedagógusok, akik itt tanultak, itt dolgoztak, nem ismerik meg ezt az iskolát, hiszen kívülről belülről a 21. századi követelményeknek megfelelően megújult. Az oktatás színvonala ezután már eszközökben technikailag nem szenvedhet hiányt. Ezek a gyerekek már a 21. századra egy új Magyarországra fognak felkészülni. Javultak a pedagógusok munkakörülményei, és a szülők is nyugodtak lehetnek afelől, hogy a
legkorszerűbb, legmagasabb szintű oktatásban van része a gyermeküknek, fogalmazott dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, földügyi kormánybiztos. A magyar kormány gazdaságpolitikájának, oktatáspolitikájának köszönhető az, hogy ez az iskola teljes mértékben megújult. Külső-belső felújítás, új berendezés várja az idejáró gyermekeket. Javultak a munkakörülményei a pedagógusoknak is, és a szülők is nyugodtak lehetnek afelől, hogy a legkorszerűbb, legmagasabb szintű oktatásban van részük. Szepesi Tibor polgármester szerint városi szempontból is jelentős beruházás fejeződött be. Újra gazdagodott a település, nem csak kívülről, hiszen látványban is egy teljesen új iskola fogadja az erre járókat, az erre látogatókat, akik ide jönnek a városba, egy kicsit sétálgatnak, szétnéznek, hanem belülről is egy teljesen új épületnek lehetünk most itt szemlélői, hiszen a mai nappal kezdődik meg a tanítás a Kovács Mihály tagiskolában. Egy új évben, egy új épületben, egy új lendülettel. Én nagyon örülök annak, hogy az állami beruházásnak köszönhetően teljes egészében megújult az épület. Köszönettel tartozunk a Kovács Mihály tagiskola valamennyi pedagógusának, hiszen a pandémia helyzetre való tekintettel, illetve az épület felújításához kapcsolódóan ugye elszenvedték azt a másfél évet idézőjelbe, amely a felújítás ideje alatt más épületekben, nem csak egy épületben, hanem több épületben került elhelyezésre a tagiskola osztályai, és egy óriási munkát végeztek a vírus helyzet miatt is, de amiatt is, hogy ebben a másfél évben pakoltak, elpakoltak, leltároztak, selejteztek, majd visszapakoltak. Tehát egy olyan teher volt az itt dolgozó pedagógusokon, ami mindenképpen köszönetünket kell, hogy kifejezzük érte. Valóban mindenkinek megelégedésére szolgál, én azt gondolom, az épület. A szülőknek elsősorban, hiszen olyan helyre hozhatják gyermekeiket, olyan helyre hozhatják az ide igyekvőket, főleg az első osztályosokat, az óvodásokat például majd a következő tanévben, de a mostani idejáró diákok, szülei is azt gondolom, hogy csodálkozhatnak ezen az épületen, hiszen tudjuk, hogy tradíció, aki valamelyik iskolába járt, nagyon szívesen szeretné, hogyha a gyermeke is abba az épületbe járna, és akkor együtt járhatják be azokat a tantermeket, amelyek teljes egészében megújultak, lehet mesélni egymásnak, mi volt régen és mi van most. A gyermeknek is egy óriási élmény, hiszen valóban 21. századi körülmények között tanulhatnak, okos táblákon, olyan tanszerekkel, amelyek valóban ezt a fajta oktatási jellemzik, amely most kell, hogy Magyarországot és Európát jellemezze, és hát természetesen a pedagógusoknak is egy óriási öröm, hiszen egy teljesen tiszta, megújult épületben csodálatos tanszerekkel oktathatják a diákokat. Sági István tankerületi igazgatótól megtudtuk, másfél-két éves előzménye van a közel 500 millió forintos beruházásnak. Erről beruházásról azt kell tudni, hogy egy durván másfél-két éves előzménye van, közel 500 millió forintot sikerült fejlesztésre fordítani. Ebben a szakmai programokon kívül eszközök, infrastruktúrális beruházások találhatóak. Az épület két szinttel, egy épületegységgel bővült, illetve az udvar is rendbetételre került. Az alappályázati összeg az egy 300 millió forintos összeg volt. Ehhez két ütemben egyszer egy 150 millió forintot és egyszer egy 50 millió forintot sikerült hozzátenni. Mindezek mellett a tankerület is még további forrásokat vezetett be, ezért ami a pályázati keretben nem fér bele, azt a tankerület saját költségvetéséből oldotta meg, és ennek keretében bútorok is beszerzésre kerültek. A bútorok egy része már megérkezett, a másik része pedig rövid időn belül fog megérkezni. Minden olyan oktatáshoz szükséges fejlesztő eszköz, ami hasznosabbá, eredményesebbé teszi az oktatást, ez beszerzésre került. Mindezek mellett a pedagógusok képzéseken vesznek részt, ami egy alternatív oktatási program bevezetését, felmenő rendszerben történő bevezetését teszi lehetővé. Maradt még minden beruházás, semmi sem teljes körű. Itt szeretnénk a tornateremnek a burkolatát továbbfejleszteni, udvari aszfaltpálya, kerítések, tehát az udvar további rendvetétele, úgyhogy vannak még fejlesztési elképzeléseink. Karas Elvira, a tagintézmény vezető elmondta televíziónknak, 217 gyermeket helyeztek el az épületben. A 14 osztályterem mellett három fejlesztő szobát alakítottak ki.
Kiépítésre került egy új technika és képzőművészeti terem. Megmaradt a fizika, kémia és a biológia földrajz szaktanterem. Nem mindenki a saját termébe, ugye figyelembe vettük az osztályoknak a létszámát, figyelembe vettük ugye a tantermeknek a befogadó képességét, és ez alapján lett beosztva az új osztálytermek az osztályoknak. Ezért ugye minden kollégának 7:30-kor kellett kezdeni a munkarendjét, és ezt követően az osztályfőnökök felkísérték a gyerekeket ugye az osztálytermükbe. Én úgy láttam, hogy öröm, csillogás, és nagyon-nagyon boldogok voltak, alig várták, hogy belépjenek az új osztályterembe. Viszont egy kis meglepődöttséget is láttam, mert ugye már a héten már ugye előkészítettük az új bemeneteket, ezért ugye a közösségi oldalakon, csoportokon az osztályfőnökök megosztották ugye a tanulóknak a kis munkarendjét, mikorra kell érkezni, váltócipő, stb. És láttam, hogy ott azért volt egy kis ijedelem is, hogy jaj, az új iskolába, új rendszer, ehhez alkalmazkodni, de viszont azt láttam, hogy olyan boldogan léptek be az osztályterembe, az alsós kis tanulók is alig várták, hogy kipróbálják az új kis padokat, székeket, mivel ugye, ahogy már említettük, minden terembe új padok kerültek és tanulói asztalok. Összesen 217 gyermeket helyeztünk el az új épületbe, ugye az évfolyamonként, ugye az első évfolyamon van ugye két osztályunk, a 7. és a 8. évfolyamon is két osztályunk van, a többi pedig egy-egy osztályal, tehát összesen ugye 14 osztályt tudtunk elhelyezni. Ezen kívül új szárny épült ki, az új épületben megtalálhatók lettek a fejlesztőtermek, 3 fejlesztőszobát alakítottunk ki, ebből egy logopédia terem. Valamint kiépítésre kerültek az új technikatermek, kiépítésre került egy képzőművészeti termek, és megmaradtak a szaktantermek. Szaktantermek a fizika-kémia szaktanterem és a biológia-földrajz szaktanterem. Van egy nagy termünk is, az emeleten, az új szárny épületébe került kialakítása. Erről tudni kell, ennek a befogadó képessége 37-től 40 főig bír, tehát úgy gondolom, hogy itt bármilyen közösségi rendezvényt, ünnepséget is meg tudunk rendezni. Ide most elhelyeztük a legnagyobb osztályunkat, a 7. B osztályt. Változásokról, a tanulói munkarendről a szülőket is tájékoztatták. A szülők számára ugye rengeteg új információ, amelyre ugye különböző szabályzatokat hoztunk létre. Az egyik legfontosabb szabályzat ugye a tanulói munkarendet alakítottunk ki. Ehhez az új tanulói munkarendhez alkalmazkodni kell a szülőknek és a tanulóknak is. Valamint ugye az új épületbe a kamerarendszer került kiépítésre ugye a folyosón. Ezekről is ugye az adatvédelmi szabályzatok kikerülnek ugye a szülőknek. A szülők ezek megismerik, megismertetjük velük, és elfogadásra kerülnek. Úgy lett még nekünk az úgynevezett ügyeleti szabályzatunk, amelyet úgy szintén a nevelőtestület és az intézményvezető asszony fogadott el. Az ügyeleti szabályzat, mivel új épület is kialakításra került, ezért ugye több ügyeletet kell ellátnunk, több ügyeleti hely van. Itt gondolok ugye az új épület szárny, emelet és a földszint, valamint ugye az udvaron ugye a háttérbe beépítették az új játékokat, kialakultak ugye az új kerékpártárolók, ezekre is ide is szükség van egy-egy ügyeletes pedagógusra. Egy elképesztő hírrel folytatjuk híradásunkat. Falat bontott a leleményes betörő Jászkiséren. A megalapozott gyanú szerint a férfi háztartási dolgokat és szerszámokat vitt magával. Egy jászkíséri lakatlan ingatlan bejárati ajtaja mellett falat bontott ki a betörő, hogy onnan magához vegye az ott tárolt háztartási tárgyakat. Azonban nem elégedett meg ennyivel, ezért az udvaron álló fészer deszkafalát is megbontotta, és onnan szerszámgépeket vitt magával. Voltak kint a helyszínelők, és hát sajnos eléggé megrázott bennünket is, hogy ilyen megtörténhet, mert sajnos mi nem látunk rá erre a házra, és én hívtam fel a tulajdonost, hogy jöjjön haza, Pest környékén lakik, és ő jött haza. Biztos, hogy előre megfontolta azt, hogy hogy fogja kibontani a falat is, meg hogy fog hozzákezdeni a dolgokhoz, hogy el tudja vinni ezeket a tárgyakat, mert sem én, sem a hátsó szomszédom nem látott rá. Tehát én a hátsó terasztról tudnám azt meglátni, hogyha valami történik, de nem láttuk. Tehát, hogyha ezt nem vettük volna észre, úgymond, akkor biztos, hogy szerintem még hónapokig ide járhatott volna, mindent elvihetett volna.
A nyomozás során a rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. Az egyenruhások elfogták és előállították a jászapáti rendőrőrsre a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 24 éves férfit, akit kihallgattak. A Szolnoki Járásbíróság 2021. január 8-án egy hónapra elrendelte annak a 30-as éveiben járó férfinak a letartóztatását, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2020. december 22-én délelőtt egy karcagi családi házban egy tetlegességig fajult veszekedés során élettársa halálát okozta. A bíróság amellett, hogy idézése nem jelent meg a rendőrségen, ezért rendelte el az egyébként büntetlen előéletű gyanúsított letartóztatását, mert az általa a megalapozott gyanú szerint elkövetett bűncselekmény kiemelt tárgyi súlyú. Azt a büntető törvénykönyv 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, ezért a döntés indoklása szerint tartani lehetett attól, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén elszökne, illetőleg elrejtőzne a hatóságok elől. A 38 éves férfi és élettársa kapcsolata 2020 évvégére megromlott, ekkora rendszeressé vált közöttük többnyire féltékenységből eredő veszekedések. Emiatt a férfi 2020. december 6-án kisfiával együtt hazaköltözött a szüleihez. December 22-én azonban meglátogatta volt élettársát Karcagon, a korábban közösen lakott lakásukban, azzal a céllal, hogy a kisfiú láthassa az édesanyját. A férfi és a nő között azonban ez alkalommal is veszekedés alakult ki, a vita pedig kölcsönös verekedéssé fajult. A verekedés során a férfi egy hirtelen mozdulattal átkarolta a nő nyakát, és nagy erővel a mellkasára szorította a sértett nő fejét, a szorításból pedig csak akkor engedett, amikor már azt észlelte, hogy a nő eszméletét vesztette. A férfi által okozott bántalmazás következtében a nő a helyszínen életét vesztette. A férfi a sértett nő holttestét a gépkocsijának a csomagtartójába tette, majd másnap elrejtette. A nyomozóhatóság felkutatta az elrejtett holttestet, jelenleg orvos szakértők vizsgálják a halál pontos okát. A főügyészség a férfi letartóztatását azért indítványozta, mert a kiszabható büntetés súlya és a gyanúsított korábbi eddig tanúsított magatartása miatt tartani kell attól, hogy szabadlábon hagyása esetén elszökne a hatóság elől, illetőleg bizonyítékok megsemmisítésével nehezíteni a nyomozást. A letartóztatás elrendelése tárgyában született döntést az ügyészség a gyanúsított és a védője is tudomásul vette. Így az a mai napon véglegessé vált. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!